Eddig a múltnak szólt a hétlövetű, mostantól a jelennek. A Mesterlövészek közel 1000 arra érdemes filmalkotás után most a premiereket veszik célba. A hét mesterlövésze legenda volt. Rádiós színházunk most bemutatja a folytatást. Most azok jönnek, amik mennek. Kezdődik a jó, a rossz és a nézhetetlen. Itt a 90.9 Jazzin. Szervusztok, kedves hallgatók! Nyári Gáborral, Puzsér Robival, Horváth Oszkárral, ezúttal a jó, a rossz és a nézhetetlen. És velünk van Roman Polanski legújabb alkotása. Ez nem más, mint az Igaz történet alapján című film. Lamentáljunk már ezen az állításon akkor rögtön, hogy igaz történet alapján. Hány filmben írják ezt ki, és vajon melyiknek mekkora az igazság tartalma? Ennek sem ekkora, ezt tudjuk. Uh-huh. Tehát, hogy ennek sem ekkora. Ez nem igaz történet alapján készült ez a film, hanem ez egy regénynek az adaptációja, amely regénynek is az a címe, hogy igaz történet alapján. Valójában ez hú, egy de ilyen... posztmodern, hú de meta. De ez teljesen posztmodern koncepció. Ugye a filmnek a végén megtudjuk, hogy a könyvnek a címe, ami az egész film során inspirálódik meg készül, az az igaz történet alapján. Tehát valójában az a könyv készül el a film végére, amely könyvet Roman Polanski adaptált, feldolgozott filmvászonra, és elkészített, és ezt a filmet láttátok most. Tehát nem a film, hanem az abban lévő könyv készül igaz történet alapján a fikción belül. Ami készületett akár igaz történet alapján ezzel is. A mondattal a Fargo operál ugye nagyon jól mind a filmben, mind a sorozatban, erről már egyszer beszéltünk. És ugyanekkor a hazugság. Hogy mindig kírja, hogy az alábbi események Minnesota-ban játszottak le 1986 júniusa és szeptembere között, ami ebből egy rohadt szó nem igaz, igen, de még így hónap-nap pontossággal leírja, hogy mikorra hazudja. Igen, és végignézed, és teljesen nyilvánvaló, hogy nem történt meg. Az igaz történet alapján című Roman Polanski filmben mi történik? Egy éppen nagy sikerre szertett írónő a siker közepette válságba kerül, hogy miről is írja meg a következő könyvét, és ekkor... Nagyon fontos, hogy ez ekkor... első könyves szerző. Ez az első könyve volt? Igen. Ez a nagyon nagy sikert aratott könyv? És az első könyve dedikálása kapcsán ismerkedik meg egy fiatalabb nővel, aki egy ideig segít neki, de szépen lassan úgy érezni, hogy ezért a segítségért sokat fog kérni. Az a rendkívül... megeszi, szinte megeszi az életét. Az a rendkívül érdekes, hogy az Emanuel Zeigner játsza ezt az írónőt, aki... a nagyon klasszikus, nagyon ikonikus Roman Polanski filmben, a Keserű mézben játszotta a csábító fiatal szépséget. Ott a Christine Scott Thomas volt az idősebb feleség, aki visszafogott, az idősebb, talán egy pár évvel. Nagyon dögös volt a Christine Scott Thomas mindig, igen, szerintem most is az, igen, de hogy minden esetre ő volt a visszafogottabb, kevésbé élettel teli feleség. Ez az Emanuel Zeigner volt Zeigner a csábító. Igen. Volt ez a fiatal, gyönyörű csábító nő. Most ezt a fiatal, gyönyörű csábító nőt, ezt az Eva Green által játszott karakter testesíti hordozza. Az Emanuel Zeigner, az pedig beleöregedett tulajdonképpen abba a szerepbe, aki a történetben a csábításnak a tárgya. Őt csábítják. Az elszenvedője. Igen, akkor fogalmazhatunk. Hú, ez is milyen posztmodern, és ez is milyen meta. Ez az, igen, Eva Green, ez az a James Bond lány, aki meghalt a liftben, megfulladt. Volt egy olyan James Bond kedvenc, akiben James Bond nagyon beleszeretett, de Velencében valami lifttel együtt megfulladt. A Casino Royale-ban, megfulladt ugye? Nem tudom, melyik James Bond filmben van, teljesen felkészületlen vagyok James Bond film Bond lány halálokból. Uh-huh. Némelyiket csak hátba lövik, de őket nem sajnálta annyira. Meg ugye a Lazenby-nek a feleségét ölik meg az ő felsége titkos szolgálatárában, amiben megházasodik a James Bond.
Micsoda, James Bond tagadás ez a jelenet. Borzalmas. De a Nász útra igyekezvén már az M1-es bevezető szakaszán lelövik a lányt. Igen, az a film az méltatlan a James Bond kultuszhoz, meg az egész James Bond mitológiához, azt szokták mondani. Tehát az teljesen kilóg ebből a James Bond világból. Szóval, hogy ez a nő, ez az Emmanuel Zegner, ezt imádtuk, ebben mindannyian szerelmesek voltunk a keserű méz nézések során, meg az azt követő évtizedekben. És most azt látjuk, hogy a csaj az megöregedett, hát mondjuk úgy 25 évvel később vagyunk, de hogy... Igen, megöregedett az túlzás, persze hány évesen alkotod ezt hát a véleményt? Hát egy késő középkorú nőről beszélünk. Igen, 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 de még mindig van benne valami elragadó. Még mindig van benne valami csábító, még mindig van benne valami szépséges. Például a lakása. Nem, én a nőről beszélek. És itt van az Eva Green, aki meg ezt a fiatal csábító szépséget, tulajdonképpen azt, akit az Emmanuel Zeigner játszott annak idején a keserű mézben, azt a szerepet játsza itt. Ennek a nőnek a figurája, ez talán a legérdekesebb az egész filmben, főleg azért, mert nagyon ritkán adnak a rendezők olyan instrukciót egy szereplőjüknek, hogy játszad, egy ilyen kétfenekű instrukciót, játszhat hamisan a karakteredet. Tehát neked az a dolgod, hogy egy ilyen csábító fiatal nőt játszál, de ez a nő, ez valójában nincsen tisztában önmagával, folyamatosan szerepet játszik, nem a valós önmagát adja, hanem egy ilyen hazug spleen van folyamatosan az arcán, egy ilyen hazug megjátszott mosoly, és hogy neked itt valójában úgy kell eljátszanod ezt a csajt, hogy ennek a csajnak a hazugságával, a hazug spleenjével együtt kell eljátszanod, tehát egy kétfenekű dobozt kapsz, először is el kell játszanod azt a nőt, aki elfojtja azt, aki ő ténylegesen, és miközben eljátszod ezt az elfojtó nőt, el kell játszanod egy élethazugságot, amit ez a nő táplál a környezetével szemben, egy hazugságot, ami állandóan kiül az arcára, egy ilyen arcra feszülő mosoly képében. Nem csak a pozitív pillanatai, hanem a felháborodásai is ilyenek. Tudod, hogy mit vagy ezen meglepődve? Ha én tudom, hogy mögötte mi a szándék, akkor nem kellene meglepődnie, felháborodnia, mégis ezt is eljátsza. Tök jól el van játszva, és tök jól ki van rendezve belőle. Igen, csak nagyon ritkán fordul ez elő, tudod, hogy megkapja az instrukciót a színésznő arra, hogy rosszul játsza önmagát. Tehát, hogy hamisan játsz önmagadat. Amennyiben ez volt az instrukció, és amennyiben azt a verziót tekintjük helyesnek, amit te vallottál a magadének, amikor kijöttünk a moziból. Most egy apró kitérőt teszünk, mert hogy ugye azt hiszem, hogy ha van olyan film, amiről gyakorlatilag lehetetlen spoilermentesen beszélni, akkor ez az, mert ugye itt az a kérdés. Nincs olyan film, amiről lehetetlen spoilermentesen beszélni, és elvileg nekünk ez a foglalkozásunk, igen, nehezemre esik legalábbis erről a sikerüljön filmről, azért. Spoilermentesen. Jó, igyekezni fogok. Igenis, uram, értettem. Vagy akkor szóval legközelebb nem kell jönni. Hogy örülhet a hallgatók 62%-a, hogy ez elhangzott? De az a másik 37,5. Szerintem azt akartam mondani, hogy ha elfogadjuk azt a magyarázatot, mi szerint ez egy húsvér szereplő volt, akit láttunk, akkor a te az általad felvázolt probléma helyes. Viszont, hogyha a másik megoldást vesszük alapul, mi szerint ez egy ilyen virtuális átmeneti tárgy, vagy egy ilyen képzelt barát, ez a szereplő, akkor viszont egy olyan mezőbe téved, egy olyan mezőre tévedünk, vagy a színészvezetés egy olyan hát ilyen, mondjam, ilyen zavaros vagy ködös terepen jár, ahol szerintem nagyon nehéz helyes döntéseket hozni, vagy nagyon nehéz jól játszani valakit, aki nem létezik. Valaki másnak a projekciója, vagy az énjének a kivetülése, vagy csak önmagában ő az alkotói válság, mert vagy redukálhatjuk a történetet, vagy ezt a szereplőt akár erre az egyetlen fogalomra is, hogy ő nem más, mint az alkotói válság. Aktuális filmek, premierek Puzsér Róberttel, Horváth Oszkárral és Nyári Gáborral. Ez a jó, a rossz és a nézhetetlen. Itt a 90.9 Jazzin. Az Igaz Történet Alapján című Roman Polanski filmről beszélünk, ami az első órában nagyon zavarba ejtő, igazán nem tudjuk, hogy egy milyen műfajú filmet látunk. Felvetődik a lehetősége annak, hogy itt egy leszbicid
keserű mézet látunk. Aztán ez az elképzelésünk eloszlik. Jól is hangzik ez. Igen, túl jól hangzik, de aztán eloszlik, és nem. Kiderül, hogy nem, nem meg erre. Is kérdezte az első percben félhangosan a moziban, hogy fognak ollózni? És nem ollóznak. Ez most spoiler? Igen, igen. Hát ez az, de ez belefér. Akkora, igen, belefér, igen. Sajnos aztán, nem. Aztán én nekem volt egy olyan gondolatom, hogy akkor ez kifut egy thrillerre, mert hogy a Polanskinak vannak ilyen filmjei is, amik ilyen magánéleti drámaként indulnak, és aztán kiderül, hogy ez mégiscsak egy thriller, és a végén menekülni kell az elől a barátnő elől, akivel korábban még az volt az elképzelés, hogy talán ollózni fognak, stb. Tehát kiderül, hogy ez az őrült, megszállott szerelmes nő, ez valójában olyan mértékben birtokolni akarja a hősnőnket, hogy akár el is pusztítja, csak ne lehessen másé. Na. Tehát, hogy az egész belefut egy ilyen féltékenységi hisztériába, meg egy ilyen birtoklási tébolyba, és hogy ezt fogjuk nézni, és hogy egy thrillerbe találjuk magunkat, és ez sem történik vannak meg. Vannak pillanatok, amikor úgy tűnik, hogy a történet gyakorlatilag plágium, mert hogy annyira erős az analogia a Stephen King Misery című filmjével, hogy már felháborító. Ugye az a film arról szól, hogy egy horror rajongó nő karmai közé kerül teljesen véletlenül a kedvenc könyveinek, a kedvenc horrorkönyveinek a szerzője, és magának akarja tudni az írót, ugye szőröstül, bőröstül, és ha jól emlékszem, meg is kínozza és elisteri a lábait azért, hogy az író ne hagyhassa el az otthonát, és hogy a hátrajövő éveiben a történeteket már csak neki írja. Igen, ez a van is egy pillanat, amikor Kathy Bates úgy tűnik... és Billy Crystal, csak tippelek. Nem Billy Crystal, hanem... De valami hasonló figura? Nem, hanem ő volt Santino a keresztapában. Tudod? James Caan. Felvetődik, hogy még egy lehetőség a szellemíróság, vagy a négerkedés problémája. A négerkedés van egy ilyen könyve, van egy ilyen filmje is a Polanskinak, ugye a Szellemíró című film. Ja, Szellemíró című film. Ezzel is dolgozik. Igen, és azt gondolom, hogy egyik megoldás sem teljesen elvetendő. Tehát nem arról van szó szerintem, hogy ezek egyike sem igaz. Ezek mindegyike igaz, de ezen kívül van még... De a film egyiket sem igazolja. Egyiket sem igazán, de azért mindegyik megoldás, de egyik megoldás sem kell szerintem teljes egészében elvetnünk. Bocsánat, egy-két szó viccbűnözés itt rakadna belém, mert hogy John Torturó jutott eszembe, és ha már a tortúránál tartunk, akkor tartsunk a tortúrónál is. Egyrészt azért, mert volt ez az Anyám mozia című film, amit megnéztünk, és ott pontosan ezt a rendezői instrukciót kapja a John Torturó, hogy legyen ő a ripacs színész, és eljátsza a filmforgatáson belül, eljátsza a ripacs színészt, nem is akárhogy. Másrészt pedig van a Torturóval egy nagyon valóban hasonló tematikájú film. A film címe. Misery a film címe. Misery nem Torture? Nem. Misery. Jó. Misery. Jó. Igen. Visszatérek még a Torturóra, illetve ugye Elle-nek hívják a fiatal csábító lányt itt, vagy hát Elle így írják, de az ugye a személyes név más a francia nyelvben. Tehát sajnos ugye Elle lett, és nem Olló, ahogy a Nyári megjósolta, vagy kívánta volna. Te ellene lettél volna, igaz? Elhatárolódom. Elhatározódok. Szóval az igazság az, hogy Ez a film, ez mindvégig a műfajok közti mezőben marad. Tehát a különböző műfajok lefedik többé-kevésbé az audiovizuális palettát. És ez a film, ez folyamatosan bejelentkezik az egyikbe, aztán kiiratkozik belőle. Átsúszik a másikba, aztán abból is kiiratkozik, aztán át a harmadikba, és abból is kiiratkozik, és valahol megmarad ebben a műfajok közti sávban, ebben a műfajok közti hézagban. Igazán ezért aztán nehéz is megmondani, hogy miféle film ez. Vagy hogy itt mit látunk. Nem thrillert látunk, de nem szerelmi drámát látunk, hanem egy olyan történetet, amiben a két női főszereplő egyaránt és kölcsönösen használja, illetve használni próbálja egymást a maga önző érdekeinek mentén, és amelyben ez a két női főszereplő hatalmas bizalommal, hatalmas odaadással viszonyul egymáshoz, és mégis hatalmas önzéssel, és hatalmas egoizmussal játsza ki egymást. Fel is merült, hogy melyikük az alávalóbb valamelyik ponton, és
és én végigmondtam, hogy szerintem az El, a fiatal, de ott egy pillanaton te már vitatkoztál volna velem, hogy az idősebb. Mert hát ismét felmerült az ollózás lehetősége, és akkor a Robert elragadta. Nem az ollózásról van szó, arról van szó, hogy a fiatal lánynak, ennek az Elnek, ennek tényleges, valódi és saját érzelmei vannak a hősnő iránt, az írónő iránt. Az írónőnek nincsenek. Az írónő az tényleg olyan módon akarja használni Elt, amilyen módon az ember a használati tárgyakat, amilyen módon a fokrémes tubust használod, és utána, miután elhasználtad, eldobod. Tudod? Tehát, hogy itt azt gondolom, hogy sokkal önzőbb az írónőnek az attitűdje. Érdekes, hogy téged mennyire megragadtak ezek a részletek, mert legtöbbször azt szoktam érezni, hogy többé-kevésbé egy hajóban evezünk, illetve hogy nagyjából hasonlóan látjuk ezeket a filmeket. Én most egy ilyen posztmodern történetmesélési stílus bravúrt láttam inkább. Nem is szórakoztatott igazán. Tehát persze nyilvánvalóan fontosak meg ezek a részletek, illetve a film megértéséhez tök sokat adnak, de hogy mégis az volt az érzésem, hogy itt a 80 éves Roman Polanski a saját művészetéből, illetve általában a filmművészetből, illetve általában a posztmodern történetmesélés szabályaiból, itt a szabály természetesen idézőjelben értendő, hiszen a posztmodern szabályokról beszélünk, de hogy a szabályaiból tart nekünk leckét. Tehát, hogy ez a film ugye egyszerre funkcionál ilyen érzelmi drámaként, thrillerként, valódi filmként, kvázi kalandfilmként, horrorfilmként, de inkább csak stílus bravúrkodásról beszélünk, sem mint valódi tartalomról. Eszterházi Péternek voltak ilyen könyvei, minden másik, vagy minden könyvére jutott egy-egy olyan könyv, ami nem volt több szerintem, vagy érzésem szerint nem volt több egy ilyen önismétlő stílus bravúrnál. Ettől függetlenül ezek a könyvek, vagy jelen esetben ez a film egyébként egy baromi szórakoztató és élvezetes munka, csak éppen mégis van egy olyan furcsa érzése az embernek, nekem legalábbis volt, hogy a lényegi mondani való, vagy a tartalom tulajdonképpen hiányzik. Delfinnek hívják az írónőnt. Delfin Derieu, vagy valami ilyesmi a neve. Nem az erős oldalunk ez. Nem tudok segítséget franciául intonálni. Delfin de Vigan, a szerzőnő. Tehát a regény szerzője. Ugye? Tehát, hogy megőrizte a keresztnevét a hősnőnek, kvázi a saját keresztnevét, a vezetéknevét meg megváltoztatta. Egyébként ez a film, ez szemérmetlenül dagonyázik a posztmodern gesztusokban, meg a posztmodern élményben. Ugye látunk már egyébként ilyen történetet, amely történetnek a végére megszületik az a történet, amely történetnek a születéséről szól a film, és amely filmet most végignéztünk. Tehát hogy ez a gesztus, hogyha láttátok a Játékos című filmet, a Játékos című film az pontosan így működik, és pontosan így épül fel. Az Anyámra is rá lehetne ezt húzni. Nem. Filmnek a készüléséről szól a film. Nem a történet teremti önmagát, hanem egy önmagát teremtő történetről mesél. Akkor mi van még ilyen? De ilyen tekintetben az egy hagyományos történetmesélési nem tudom, narratíva. Ilyes formán ez meg csak a Robi szerintem nem figyelt kellő intenzitással arra, amit mondtam, de hogy számomra pontosan ezért tette a filmet unalmassá ez a gesztushalom. Vagy a gesztushalom tette unalmassá számomra a filmet, mert valójában lényegi mondani való, vagy lényegi irány, vagy lényegi elköteleződés egyetlen stílus iránt sem volt, illetve a sok bába között szerintem legalábbis az én esetemben elveszett a gyerek. A jó, a rossz és a nézhetetlen hármasra áll az IMDb-n. Csak tudnám, miért kell minden sikeres brandről még egy bőrt lehúzni. Arra tettem az imént utalást, az Igaz Történet Alapján című film kapcsán, hogy a Robert Altman már 1992-ben megtette ezt a gesztust. A rövidre film... vágva, mik ezek? Nem, ez ja, a Játékos, ez nem... amiről beszéltem az imént. Jó, a Játékos. A Játékos című film, amelyben... Legyünk őszintén, hogy egyikünk sem látta. De az egy egészen kiváló film. Uh-huh. Egy egészen kiváló film. A lényege pont ez, és egy nagyon keményen Hollywood kritikus film. Tehát körülbelül arról szól, hogy Hollywoodban hogyan készülnek a forgatókönyvek, meg hogyan cseszik el a forgatókönyveket. Meg miért nem készülhetnek, meg mi is Hollywoodnak ez a nagyon súlyos válsága, amiről állandóan beszélünk, hogy a 70-es
2000-es években még a kultúrának az első vonala volt, mostanra meg ezeknek a Marvel filmeknek a háza, amik igazán már a minket követő generációnak is leginkább a lelki-érzelmi leépüléséért felelnek. Tehát a tényleges szakadék, ami a 70-es évek óta a mai Hollywood felé nyílt, az ebben a 92-es Robert Altman filmben nagyon erősen reprezentálódik. Hogy hogyan történt ez a kulturális infláció. Akkor ezek szerint abban annak a filmnek az estében volt üzenet. Vagy volt nem is üzenet, hanem valamiféle magva veleje, vagy egy ilyen mély belső történeti nem tudom, eredője volt akkor ezek szerint. Ennek arról a szólt, hogy hogyan herélik ki a történeteket, hogy a végén semmit étjük ne legyen. Értem, de ennek a filmnek volt ilyenje? Muszáj keresni a teljes társadalomra, vagy legalább annak az 5%-ára vonatkozó mondani valót, ahelyett, hogy itt valami egy emberrel történt, és azt néztük végig. Nem azt mondom, hogy feltétlenül kell, hogy általános pótrahasznot hozzon a történet. Nem azt mondom, hogy legyen valamiféle ilyen kulturális, vagy történeti, vagy társadalmi haszna. Tehát nem a társadalom érdekösködést kérem számon ezen a filmen, csak azt, hogy miért nem köteleződik el valamiféle megoldás mellett, és most nem azt mondom, hogy mert így mondom nekem, hogy egy ilyen posztmodern történetmesélési stílus bravúr, semmi más. Tehát, hogy fel van meg van mutatva, hogy mennyire jól megy nekem ez, mennyire értem a műfajt, mennyire bejáratos vagyok annak minden szobájában, minden zugában, az egébe, a legutolsó kis kamráig és a pincéig, de valójában csak egy ilyen gyors tárlatvezetést tartok, nem akarok róla állítani semmit. Olyan vagyok, mint egy idegenvezető, aki körbehordozom a, nem tudom, Eszterházi kastélyban a turistákat, de nincs véleményem az eszterháziak sok évszázad. Nekem, hercegeskedéséről. Tudod, mi hiányzott egy picit? Az, hogy itt létrehozott egy könyvet, aminek nagy sikere van, és amivel kapcsolatban a film során többször elhangzik, hogy ez valójában az anyjának a története, és ő ezt ellopta, és a családi tragédiát fikcióként eladta könyvként, és most ebből él jól, és fú, ő milyen rossz, de nem tudjuk meg, mi történik a könyvben. Tudod, az nincs elmondva, hogy mi a családi tragédia, amit ő fikcionalizált és kiadott könyvben. Szerintem ez is csak egy posztmodern gesztus, ezzel például Eszterházit olvasva sokszor meg a táska, amit a ponyvaregényben kinyitnak. Megint kaptunk valamit, aminek ereje van, de nem tudjuk, hogy hát mi működtetik. Ez a kiolvassa az írót, vagy az író írja az olvasót, vagy az olvasó írja az írót, illetve hogy mennyiben írják a körülöttem lévő emberek az én történeteimet, és mennyire nem. Tehát, hogy mennyiből származik belőlem nekem az most, a szöveg. És nekem most érkeztetek meg a posztmodernben. A filmben nem volt ilyen élményem, de ez az utolsó két mondat, az rettenetes feszültséget. Én arról beszélek, hogy ez is egy gyakori hivatkozás. Nem, ez nem egy gyakori hivatkozási alap, hogy vajon mennyiben tekinthető szerzőnek az, aki egyébként a környezetében őt ért élményekből merít. És nyilvánvalóan mindenki a környezetében őt ért élményekből merít, vagy legalábbis a belseje és a környezete közti kölcsönhatásból merít. Tehát ilyesformán akkor tulajdonképpen senkinek sem tekinthető egyedüli szerzőnek. Ez megint csak egy ilyen posztmodern kérdés felvetés, hogyha az én anyám olyan hatással volt rám, meg az én környezetem olyan hatással van rám, akkor vajon társszerzőségről beszélhetünk-e, vagy egyedüli szerzőségről. Itt még egy filmet meg kell említeni, ami hasonlóan posztmodern gesztussal ebben a metanarratívában dagonyázik, és egy kiváló film. Ez a 2006-os Felforgatókönyv című film, ami szintén annak a filmnek az elkészültét regisztrálja, amely történet a film végére kibontakozik. Tulajdonképpen végignézheted a filmet, illetve a regényt. A karakter illetve rájön a regény, egy reggel, hogy őt írják. Igen, illetve a regény készületének a folyamatát egyszerre. Tehát a regény, illetve a regény készülete az egy és ugyanaz. A regény szereplője, illetve a regénynek, illetve a regényben megelevenedett hős, ez megint csak egy és ugyanaz. A regény folyamba bele van írva az írónő, aki írja éppen a regényt, azt a regényt, amit éppen nézel, ahogyan az írónő írja benne a regényt. Ennél posztmodernebb nem lehet. De ha ilyen komercializált példát keresünk, akkor ott van a Get Shorty című film. Szóljatok a köpcösnek. John Travoltával a főszerepben, ami egy hollywoodi forgatókönyv születéséről szól. Ennél egy jóval, hogy mondjam, lineárisabb, egyszerűbb, közérthetőbb filmalkotás, és
a forgatókönyv megírása közben zajló eseményekből születik meg a film tényleges forgatókönyve. Közben, ha nem ekkora művészeti ráérzéssel tekintetek a filmre, akkor eszetekbe juthat még a 90-es évekből az Egyedülálló nő megosztaná, azt hiszem Bridget Fonda, vagy simán thriller, de nagyon hasonlóan két nő összeköltözik, és az egyik egyre jobban és ijesztőbben kezd hasonlítani a másikra. Eszetekbe juthat ezzel a... is játszik ez a Polanski. Polanski folyamatosan azzal játszik velünk ennek a filmnek a során, hogy akkor ez a film, akkor most erre ültem, és nem. Zseniálisan öltözteti a nőt, hogy először csak a cipője olyan, aztán már a kabátja, aztán már a sála, aztán már a hajszíne, és így tud, eltelik 20 perc, és egyre jobb, egyre nagyobb a hasonlóság, de ezt is tudatosan jelenetről jelenetre öltöztetik őket egyformává. Eszetekbe juthat a tehetséges Mr. Ripley is, az összes Mr. Ripley egyébként egy jó krimi és szórakoztató könyv vagy film, amelyben megint az van, hogy eltelik, mit tudom én, egy hónap, és egyre jobban hasonlít a kis barátjára a sehonnan jött Matt Damon által megformált figura. Tudod, elkezd trombitálni, úgy csinál, mintha tudná a szöveget a híres, nem tudom, olasz dalhoz, amit életében először hall, de a végére már olaszszá változik. Egy ilyen nagyon ijesztően simulékony kaméleon figura. Nagyon ijesztően személyiség nélküli. Igen, és a végére lesz neki személyisége a másiktól. Ahonnan kölcsön veszi. És örökbe, mert az életet is kioltja mögüle. Érdekes ennek a két nőnek a kapcsolata. Főleg azért érdekes, mert ugye egyáltalán nem ollóznak, amire mi sokáig számítunk, meg sokáig várjuk. Nagyon számítottunk hogy igen, hogy itt egy ilyen szerelmi akció fog kibontakozni, és így ez nem történik meg. Ugyanakkor meg érzelmileg, meg egyre közelebb kerülnek egymáshoz, enélkül. Én nem vagyok ám meggyőződve arról, hogyha a Roman Polanskinak nincsen ez a hát ez a 13 éves botránya. Igen, 13 éves szűzlány, akit abuzált análisan, amint azt tudjuk, akkor itt... Akkor itt jobban belemegy a részletekbe. Megvan az esély, ezt hogy... Elvesztette ezt a jogosítványát. Ugye ez itt ollózásra kerül a sor. Úgy tűnik, hogy Roman Polanski azért már viszonylag nehezen nyúl ehhez az eszközhöz. Meg szerintem más oka van, nem ettől tart. Mi lehet az oka? Akkor szerinted... Mész se csinálta volna meg, és még szemtelen más filmet sem. Hát az előtte volt, nem? De nem. Felerősíti, figyelj, itt csábításról beszélünk, és hogyha a szexet kivonod belőle, sokkal jobban kiszagolható és kiérezhető az, hogy a csábításnak itt a személyiség a középpontja, hogy jaj, ő mennyivel tudatosabban tervezi az életét, ő milyen jól ki tudja zárni a zavaró tényezőket, jé, ő mennyivel inkább ihlettel teli, mint én. Aktuális filmek, premierek Puzsér Róberttel, Horváth Oszkárral és Nyári Gáborral. Ez a jó, a rossz és a nézhetetlen. Itt a 90.9 Jazzin. Az Igaz Történet Alapján című filmről beszélünk, amelyben az írónő és az őt csábító fiatal írónő, aki ugye szintén írónő, kezdő írónő, meg az egykönyves, sikeres, világhírű írónő, aki azt az egyetlen könyvét, ami eddig megjelent, és ami világsiker lett, azt az anyjáról írta. Kap az írónő Delfin, akinek ez a képtelen neve van, kap névtelen fenyegető leveleket, amely fenyegető levelekben őt azzal szembesíti a zaklatója, hogy kifosztotta az anyját, és megfosztotta az anyját a legszemélyesebb, legintimebb életének a legfájdalmasabb, leginkább rátartozó részleteitől. Tehát, hogy ehhez egyszerűen nem volt joga. Nem volt joga ahhoz, hogy az anyjának a fájdalmáról, a nyomorúságáról írjon, de hogy valójában az írónő, ennek az írónőnek nincsen igazi írói ihlete, hanem mások életének és sorsának a nagyon-nagyon pontos, nagyon-nagyon konkrét mélyreható megrablása az, ami az ő sikereinek az áloga. Arról van szó... Ismersz ilyet, vagy pereskedtél ilyennel?
Szerintem ez minden íróválsága. Ebből is következik egyébként az, amit az imént mondtam, tehát hogy nem itt még továbbra is a szerzőről beszélünk, nem is tisztázódik soha, hogy kírja ezeket a leveleket, még csak az sem derül, az sem válik nyilvánvalóvá, amit eleinte sejteni vélünk, hogy az ő barátnője az El, az, aki ezeket a leveleket írja. Eleinte egyébként nagyon ezt gondoljuk, hogy a zsarolás vagy a közelférkőzés egyik útja ez, vagy az egyik eszköze ez, vagy fegyvere ez, hogy ilyen módon is megpróbálja borzolni az írónő idegeit El, de aztán kiderül, ez a történetből nem derül ki, hogy a leveleket valójában kiírta. És szerintem ez sem szól semmi egyébről, mint arról, hogy az alkotónak igenis van felelőssége, és annak, aki a saját sorsába beemeli a családtagjait, ír az anyjáról, a család belső drámáiról. Robi nagyon bólogat, hogy nem, de mondjad. De szerintem nagyon is egyértelműen erről van szó. Egy könyv megírását követően, ráadásul most egy első könyves szerzőről beszélünk, aki először éli át azt a válságot, ami szerintem egy nagy alkotás befejezését követően kialakul az alkotóban, azt a kiüresedésről, a nem várt hatásról, a rendkívül erős hatásról beszélünk, ráadásul hiszen ezt a könyvet ugye a történet szerint egész Franciaország imádja, mi több az egész világon kiadják és lefordítják egy csomó nyelvre. De hogy mit akartam mondani, hogy felelőssége van azért, mert igen, az anya az iránt van felelőssége, hogy mit tett ezzel, hogy hogyan szolgáltatta ki a belső, a családja titkait, az önmagát, és hogyan adta át a nagy közös narratívába azt, ami eleinte csak az övé volt, eredetleg az övé volt, és eredetleg a családja titkait jelentették. Valójában ez a nő, ez a Delfin nevű írónő, ez valójában van egy nagyon sötét titka, hogy nem írónő. Ő valójában nem egy írónő. Ő valójában... Naplóvezető. Valójában hajónaplós. Kifosztani, igen, kifosztani tudja, képes a környezetét, kifosztja az anyját, gyakorlatilag egy az egyben szó szerint megírja azt, ami az anyjával történt, nagyon mélyrehatóan, nagyon alaposan. De ez alaposan egy létező írói kifosztja. Póz, én erről beszélek. Igen, csak ez valójában nem író. Valójában egyik író sem író. Nem, ez nem igaz. Te azt mondod, hogy a Tolkien is ugyanígy a családtagjainak a sztoriait írta meg. Pontosan, ezt állítod. Így van, pontosan. Erről beszélek, igen. Szerinted van író. A gyűrűk az a Tolkien szüleinek a lánykérésének az útja. Nagyon-nagyon nehezen nyilván vette rá magát, hogy megkérje az anyja kezét. Nem, nyilván a Tolkien ült egy szobában, félretette az összes percepciót, ami érte őt valaha életében, a családját, az első világháborút, a barátságát Lewis Carroll-al, mindent, amit félre, vagy nem tudom, ki volt az ezenek a még a szekrényes mesének a szerzője. Az nem, a Lewis Carroll, az a Alice, igen. Mindegy, tehát a lényeg az, hogy mindent félretett, gondolom, akkor ezt mint Robi kiürestette az elméjét, nem gondolt önmagára, nem gondolt a saját sorsára, nem gondolt a saját történeti és lélektani előzményeire, és úgy írta meg a Gyűrűk urát. Nyilvánvalóan nem. A Gyűrűk ura történetében pontosan tudjuk, hogy benne van mindaz, amit ő átélt az első világháborúban, az összes jó barátjának az elvesztése, nagyon nehéz, vagy hogy mondjam, nagyon nem nehéz belelátni az orkokba az akkor hunoknak nevezett első világháborús német ellenfeleit, vagyis a németeket. Szóval én ezt azért mondom, hogy nincs az író, aki ne a saját történetéből, illetve az őt körülvevő világból merítene. Igen, hogyha, pontosan érzékeljük, hogy ezek között azért léteznek fokozati különbségek. Természetesen tehát léteznek. Ki lehet fosztani gátlástalanul, szemérmetlenül. Így van, és aki családregényt ír, és ráadásul a saját családjának a történetét írja meg, az valószínűleg ugyanezzel a válsággal küzdik, miután befejeztem a művét, hogy úristen, mit tettem. Csinálhatsz kollást, meg csinálhatsz fénymásolatot is. Érted, hogy hány helyről szedted össze? Ugye, hogy is volt, mi ez az undorító mondás a művészekről? Tudod, hogy aki egy helyről lop, az plagizál, de aki sok helyről lop, az igazi művész. Hogy van ez a mondat? Hát én nem ismerem ezt a mondatot. Hát de tudod, miről van szó? Ha megtekintettél életed során 10 000 alkotást egy adott művészeti ágon belül, akkor te művelt vagy. Igen. És ezek inspirálnak téged, és ha te is alkotsz, és nem csak fogyasztod, igen, létrehozol valamit, igen, ezek óhatatlanul beépülnek, de akkor már nem lopsz, művész leszel. Na hát erről van szó, erről van attól szó. Attól függ, hogy hány helyről inspirálódtál, mert ha csak az anyád sztoriából, akkor megraboltad. De ha az egész életed meg mindenféle behatását beleírod, akkor alkotó vagy. Arról van szó, hogy meg tudod írni az anyád sztoriát úgy, hogy az ne legyen az anyád sorsának a megrablása, és meg tudod írni úgy, hogy az legyen. Tudod, ha 65 helyről írod, különböző helyekről veszed a mintákat, és de ezeket jól összedolgozod, senki nem fogja.
Vajon úgy kell írnom? Vagy esetleg érhet utána sokként az élmény, hogy valóban megértem az anyám történetét, és valóban életre kelt ez a történet, most már tőlem függetlenül hat és épül be a kollektív archéba, és utána már annak minden következményével számolnom kell, már nem tudom visszacsinálni, már ránk szabadult ez az egész, az, ami eddig a családunk titka volt, vagy az én személyes traumám volt, vagy nyomorom volt, vagy a családom személyes titka és traumája és nyomora volt, az most hirtelen egy ilyen közügyé vált. Ennek vannak etikai vonatkozásai, és ezek az etikai vonatkozások, ezek nagyon hasonlóak Fási Ádám és Fási Zsülike esetéhez. Ahogyan Fási Ádámnak nincsen joga ahhoz, hogy Fási Zsülikének a sorsát, Fási Zsülikének a sorsát kiexportálja emberi százezreknek a olantas szórakozására, éppen ugyanúgy egy írónőnek nincsen joga ahhoz, hogy egy az egyben megrabolja az anyjának a sorsát. Az lehet a különbség, hogy mondjuk egy Fási Ádám fel szeretne építeni egy karriert és egy jövőt, mert a szálloda reklámszlogenét éneklő borzalmas undorító csinálmánynál ne tekintsük ezt művészetnek, szerintem, de ettől függetlenül ő jövőt akar építeni a lányának, aki még él. Ja, ellenben ez a nő a már meghalt anyját rabolja ki. Jövőt akar építeni a lányának, aki még él, ehelyett, lerombol 500 másik jövőt a lányának, ami esetleg lehetett volna a lányának a jövője és a sorsa. Yeah, de egyet... Föltett mindent, de egyet, az ízléstelen piros de egyet, igen, egyetlen undorító karriert viszont fölépített. Én köszönjük. Is így érzem. Igen. Aktuális filmek, premierek Guzsér Róberttel, Horváth Oszkárral és Nyári Gáborral. Ez a jó, a rossz és a nézhetetlen. Itt a 90.9 Jazzin. Spoiler alert! Ezen a ponton túl az jöjjön velünk, aki már megnézte a filmet. A következő bejátszásban a cselekmény fordulatairól derülhetnek ki részletek. Az Igaz Történet Alapján című filmről beszélgetünk, amelyben egyébként a 80 éves Polanski nagyon szépen megragadja azt, hogy mondjuk a social médiában hogyan támadnak be téged, mint sikeres embert. Azt megértem, hogy azt be tudja jól mutatni, hogy egy hirtelen felkapott írónőnek milyen nehéz elviselni a sikert, és a tetemre hívást, és a kritikát, és a szeretetet, és a figyelmet, és a kötelező programokat, de ez is egyébként remek módon be van mutatva. Meg hát megtudtuk a filmből, hogy ami az angoloknál a tea, értsd, süteményzabálás orba szájba, ez a tea, amit hoznak 8 tálca sütit, meg egy csésze teát, szerinted teáznak, vagy sütiznek. Na az itt a franciáknál úgy néz ki, a kávé az egyenlő a borral. Meghívja kávézni Delfin, Elt, és mind a ketten bort isznak, ez a kávézás náluk. Egyébként elhívja el Delfint kávézni, Delfin eljön kávézni, és rögtön a borot van az Elnek a kezében. A szokásos. Igen, na most, hogy ez is azt jelzi, hogy a meghívás során én visszafogott vagyok, udvarias vagyok, teszek egy gesztust, ez szól a kávénak, de amikor elfogadja a meghívást, már felbátorodom, és amikor megérkezik, már egy borral a kezemben várom. Igen, tehát hogy valójában az egyik gesztus, az még kicsit a visszautasításnak szól. Tudod, amikor meghívlak kávézni, és te esetleg nem jössz el, az nem olyan kényelmetlen, mintha meghívnálak vacsorázni, és te nem jönnél. Ez egy nagyon kellemetlen dolgok, amikor valaki ott alszik nálad véletlenül, pedig sose érted, tudod, csak véletlenül ott volt már ilyen, hogy valaki ott aludt nála, de nem akartad, hogy ott aludjon, valaki de ott aludt. Azt hitte valakiről, hogy a barátod? És... Jaj. Ellenkező neműre gondolunk most egyébként, ja, de persze azonos neművel is oké, mert a barátoddal is lehet ez kellemetlen, de hát miért ne aludhatna ott nálam egy barátom bármikor? De egy nő, akitől nem akarok semmit, mégis ott alszik, az rettenetes. Igen. Igen. Már elnézést, hogy panaszkodom. Egyébként, ha már... Igen, ez most nagyon, nagyon mérőt tört elő. Innentől kezdve... Talán nem is biztos, hogy feltétlenül ez a film okozza ezt a válságot, Oszkár. Igazából ezt akartam összesen elmondani a teljes rádiós pályafutásom során. Most éreztem alkalmasnak. A hallgatók most nem látják, de átnyújtottam egy telefonszámot. A tiéd? A 60-as, érdekes. Egy pszichiáteri, aki ezeket a gondokat... Nyárinak 60-as pont a száma. Ezeket kezeli. Szóval egyébként mostantól széjjel spoilerezhetitek a filmet, elérkeztünk a második. De a lényeg, szerintem korához. Egyébként...
és bevallom őszintén, mindezideig erre a megfejtésre nem gondoltam, de ha már egy ilyen nagyon sokféle módon értelmezhető filmről beszélünk, vagy hogy ennyire hogy milyen tágra alakította Polanski az értelmezési keretet, akkor szerintem az olvasat sem teljesen helytelen, hogy ez egy anyalánya viszony is egyúttal. Ha már egyébként a bűntudatról beszélünk, illetve arról, hogy ki használ kit. Mert hogy egy ponton túl nyilvánvalóvá válik, hogy az írónő pusztán eszköze lesz egy szándéknak, amit ugye az eljelenít meg. Amennyire egyébként az írónő... Amennyire el lesz az eszköze egy szándéknak, amit meg az írónő jelenít meg. Azt mondom, hogy mindegyik olvasat helyes, de ha mondjuk most csak ezt az olvasatot vizsgáljuk, akkor van egy ilyen lehetőség is a filmben. És itt van ugye ezeknek a filmnek a gyökértelensége, vagy a rétegzettség problémája, hogy nincs belső mag, csak egy újabb réteg, meg egy újabb réteg, meg egy újabb réteg. Egy hagyma. Ha most igen, egy hagyma, és hogyha most kicsit a végére kell ugornunk ennek az elemzésnek, akkor én azt mondanám, hogy nekem ezzel a filmmel az igazi bajom az, hogy nagyon sok a stílusbravúr, és nagyon kevés a film. Tehát hogy nézed, mindig van egy újabb megfejtés, egy újabb megoldás, egy újabb lehetőség, egy újabb irány, egy újabb út, egy újabb elágazás, egy újabb három felé tartó elágazás, egy ilyen film narratívai, nem tudom, fraktál, ami önmagán belül tartalmazza a megfejtést, majd egy újabb megfejtést, majd egy újabb megfejtés, de nincs film. Én vártam a végén egy koronacsakrát, amin keresztül katapultálunk a mennyországba. Tudod? Tehát, hogy így lesz a végén egy nagy értelmezés, ami majd az egész filmet értelmezni fogja, és majd magába integrálja a korábbi értelmezéseknek a kudarcát, vagy csőgét, vagy félreértéseit. Hogy rájössz, hogy valójában végig valakinek a halála előtt lejátszódó 5 másodpercét néztük. Én nem erre számítottam. Én arra számítottam, hogy azt értem meg a filmből, és vélhetőleg ez volt egyébként a Polanski szándéka, csak szerintem nem jött át annyira, amennyire szándéka szerint át kellett volna, hogy ez jöjjön, hogy az alkotói válságról tudunk meg valamit. Esetleg egy élete végén járó, egyébként nagyszerű rendező alkotói folyamataiba pillanthatunk bele. Megérteti velünk, hogy amikor az ember megszül valamit, ami aztán tőle független életet kezd el élni, egészen pontosan itt most egy ilyen virtuális szülésről beszélünk, az alkotásról beszélünk, akkor az miféle ilyen néha egészen drámai belső folyamatokat indítanak, vagy indíthat el. És ennek a furcsa, ennek a fiktív figurán keresztül valahogy megértjük, mármint elszerepén keresztül, aki nem más szerintem, mint az alkotói válság, és akkor most jön a spoiler, hogy a film ugye azt a megoldást kínálja föl végül végső megoldásként, hogy el nem más, mint maga az alkotói válság, ő nem létezik a könyvlapjain túl. Hanem valójában egy Fight Clubot látunk. Ugye a Harcosok klubja című filmnek volt az a végső nagy megfejtése, hogy a két főhős, valójában egyetlen főhős, a főhősünk és a főhősünkhöz tartozó alternatív én, az ő bátrabb énje, kvázi a bátyja, a belső bátyja, aki vezeti őt azokra az utakra, amelyekre ő a maga nyárspolgári szorongásaitól folytogatva nem mer rálépni. Nem mer rálépni az életnek arra a vakmerő, arra a proaktív útjára, amire őt rávezeti a saját halucinációja. Igen, csak Tyler Durden a jobbik énje a Harcosok klubja főhősének, míg ez a figura egyértelműen egy trauma projekciója, itt semmi nem más. Mit nem mer megtenni, és mihez kell neki el? Ahhoz, hogy például legyen pofája nem elmenni egy elvállalt iskolai előadást megtartani, például. Igen. Ahova aztán elmegy helyette ez a nő, akiről kiderül, hogy aztán mégsem ment el helyette, hanem csak azt hazudta, hogy elment helyette. De a problémám nekem az, hogy legvégül még ezt a koncepciót, amit megoldásként kínál fel a Polanski számunkra, ezt is dekonstruálja. De nem pecsételi meg, hogy ez a megoldás, hanem nyitva adja egy picit. Tehát én még el tudnám képzelni, hogy ez a nő létezett. Ez a problémám, egy pici hogy nem állít, van erre. Nem csinálja meg azt, amit a Harcosok klubja, igen, hogy na gyerekek, ez a filmnek ez, a megoldása. Ez a filmnek a megfejtése, igen. Na de ezáltal a Harcosok klubja az így egyértelműen és minden kétséget kizáróan egy modern koncepció. Minden ízében modern koncepció. Ehhez képest ez az igaz történet alapján ez nagyon erősen átlóg a posztmodernbe. A problémám nekem az, hogy valójában önmaga posztmodern koncepcióját, illetve az alternatívaként felkínált modern Fight Club-szerű koncepciót egyaránt dekonstruálja. Ugye, arról van szó, hogy a hősnő a történet végén teljesen a Tortúra című filmbe torkollunk. Egy olyan, egy ilyen vidéki házikóban fogva tartja el Delfint az írónőt, megmérgezi
patkányméreggel kiátsza, a telefonját elolvassa, stb. Tehát, és legvégül, amikor... És csalódik benne, mert hogy ugye megtudja, hogy az írónő is használja őt, nem csak ő az írónőt, és ugye a nagy megfejtése Polanszkinak erre a történetre az az, hogy az írónő Delfin valójában skizofrén, vagy hát nem ez a helyes kifejezés, hanem multiplex személyiség. Tehát van egy nagyon-nagyon súlyos pszichózisa, tehát egy nagyon-nagyon súlyos mentális betegsége van, amely mentális betegségből ő onnantól kezdve, hogy megmérgezi saját magát, kvázi elmérgezi meg őt, de mivel hogy el nem létezik, ezért aztán nyilvánvaló, hogy az írónő mérgezi meg saját magát patkányméreggel, amiben majdnem belehal, ami utána a férje megkérdezi tőle, hogy drágám, miért akartad megölni magad, amire ő azt válaszolja, hogy nem én akartam megölni magam, hanem el akart megölni engem, de elnek semmi nyoma. Sehol semmi nyoma. Ha viszont ez így van, és el mindvégig az írói válságnak az antropomorfizált alakja, hogyha el valójában úgy viszonyul a hősnőnkhöz, ahogyan Tyler Durden viszonyult annak idején, akkor ez azt jelenti, hogy a hősnőnk Delfin önmagát mérgezte meg, kvázi öngyilkosságot kísérelt meg, méghozzá anélkül, hogy tudott volna róla. Tehát az a lehasadt én rész az úgy mérgezte meg a hősnőt, hogy a hősnő erről nem tudott, ez pedig azt jelenti, hogy ez a multiplex személyiség, ez a nagyon súlyos pszichózis, ez nem fog fölszívódni pusztán attól, hogy ő megírja a könyvét, márpedig a történetnek a végén a sikeres írónőt már kilakkozott körmökkel látjuk, ahogyan egy író-olvasó találkozón dedikál. Tehát azt látjuk, hogy felépítenek nekünk itt egy történetet, amely történet szerint az írónő az multiplex személyiség lesz, személyiség darab hasad le róla, amely személyiség darab megmérgezi őt a saját tudtán kívül, majd miután megmerítette az írói fantáziáját ihlettel, ez a betegség, mintha nem is lett volna, fölszívódik, ő pedig sikeresen megírja a második könyvét, amely újra világsiker. Na most ezt így nem veszem meg. Tehát, hogyha a hősnő az beteg lesz, elmebeteg lesz, akkor szeretném látni a történet végén őt, ahogyan szétlövi a saját fejét, mint a Fight Clubban, vagy legalábbis egy elmegyógyintézetbe bezárva és leszedálva. De ne csináljunk a multiplex személyiségből aztán sikeres írói ihletet, mert ezáltal valójában az egyetlen megmaradt értelmes koncepciót, ami által a filmet, ezt a 100 perces élményt értelmezni tudnánk, ezt is dekonstruálja a rendező. A jó, a rossz és a nézhetetlen hatosra áll az IMDb. Ha akció, hadd jöjjön, de ha dráma, akkor meneküljünk. A következő bejátszásban a cselekmény fordulatairól derülhetnek ki részletek. Az Igaz Történet alapján című filmről beszélgetünk továbbra is. Ugye most már lehult a lepel a film végéről, spoilerezünk szépen. Arról megy a vitatkozás, hogy a rendező nem pecsételte le az aláírásával, hogy igen, a filmnek a megoldása az, hogy L az egy képzelt személy. Mindannyian így értjük, csak érthetnénk egyébként hagyományosan is továbbra is. Eszembe jutott, a 71. percben jutott eszembe, hogy ez lesz a filmnek a megoldása, hogy a Fight Clubot nézzük gyakorlatilag. De előtte egy perccel a 70. percben azt gondoltam, hogy ez egy olyan történet lesz, ugye elmondja, hogy meghalt a barátja, mert szétlocsantotta a saját fejét, illetve az apja talán úgy halt meg, hogy bennégett egy házban. És azt gondoltam, hogy az lesz a filmnek a vége, hogy ezt a történetet is szépen beadagolja az írónőnek, az írónő megírja belőle a sikeres regényt, majd előkerül a rendőrség, hogy haló, hát ez a bennégés, meg ez a fejbelövés, ez egy-egy megoldatlan bűneset, és ugye eltűnik az ihlető, az el, és az írónőt meg beviszik érte a börtönbe. Ugye ez milyen tuti kis thriller lenne, és megint itt rángatnám elő a John Torturót, hogyha láttátok a Titkos Ablak című filmet, az is egy jó izgalmas thriller, amikor egy írónál, a Johnny Deppnél bekopog a történetnek az eredeti tulajdonosa, hogy hello, te az én könyvemet írod, és ő John Torturó, és kiver a frászt tőle. Sőt, eszembe jutott egyébként a Helen Mirren főszereplésével készült Adóság című film is, ahol a
ahol izraeli ügynökök a birkenaui sebészként emlegetett náci orvost kell, hogy kivégezzék, és akkor ez megtörtént 40 évvel ezelőtt, a 70-es években, és erről írt egy könyvet a Helen Mirren, és a lánya istenként tekint rá, és ünneplik, és stb., de hát valami súlyos titok van a háttérben, ami miatt kínozza őt a lelki ismeret, és egy jó film, nézzétek meg, mert még egyszer a címe Az adósság, a másiké pedig A titkos ablak, és ha már a lelki ismeretnél tartunk, azaz ő írói válságát, meg az ihletettségét, és a menőbb, vagy a pofátlanabb személyiségét testesíti meg, akkor ezek a levelek, amiket fenyegetésként kap a családtagjaitól, ez lehet, hogy csak a lelkiismeretét testesíti meg. Tehát talán hát a levelek sem léteznek. Igen, ezt mondtam az imént, hogy a levelek nem léteznek. De hanem nem. Hát ő írja a leveleket saját magának. Nem léteznek. Ahhoz bedobja a levelet. Érdekes, hogy ezt faktumként kezeled, még ellétezését nem, vagy akkor nem, ellétezése is faktum abban az értelemben, hogy a belső valóságában elvalóságos. Értjük, hogy Tyler Durden is valóságos, hiszen a hősünk elhízi, hogy ezek a levelek valóban megíródjanak, és valóban bedobódjanak az ő mostanájába. Elég halucinálni őket. Hogy úgy van. Na de mi van akkor, hogyha nem L-ként írta ezeket a leveleket, hanem van még egy harmadik személyisége is, és az írja a leveleket, és vele még csak nem is találkoztunk. Tudod, mi az igazi probléma? Az igazi probléma, hogy itt már teljesen öncélúan dagonyázik ebben a posztmodern koncepcióban a Polanski. Ötféle különböző műfajnak rakja le a stílus jegyeit, pusztán, hogy megvezessen minket, és a nagy tanulsága, a nagy végső értelmezése ennek a filmnek az az, hogy na hát ez a Polanski, hát ez valami elképesztően birtokolja az eszközöket, és valami elképesztő bravúrral, elképesztő szakmai tudással tud minket rávezetni egyik műfajra, majd azt dekonstruálva átvezetni a másikra, majd azt is dekonstruálni. De hogy tényleg ezt látjuk, mégis csak tudja. Csak arra vágyunk, hogy legvégül kapjunk egy érvényes értelmezést, és ezáltal legyen egy film élményünk. Tehát legyen egy élményünk, hogy a Polanski elmesélt nekünk valamit. Végül az az élményünk, hogy a Polanski elkezdett nekünk mesélni valamit, de nem azt mesélte. Aztán folytatta valahogy, de azt sem mesélte. Minden végül idős befejezte rendező, valahogy, de azt sem mesélte. Az a baj, hogy ez a gesztus még csak nem is, ahogy már az imént egyébként nagyon sokféleképpen elmagyaráztuk, még csak nem is egyedi, és még csak nem is előzmény nélkül való, de van egy nagyon hasonló rendezői történet, a Woody Allennek a Hollywoodi történet című filmje, ami nekem ez jutott eszembe nagyon sokszor a film megnézését követően, hogy Woody Allen is tulajdonképpen az alkotás nehézségéről beszél ugye ebben a filmjében. Ez a film arról szól, hogy Woody Allen felkérést kap egy kicsit ilyen európai stílusú film megrendezésére, egy művészfilm megrendezésére, és a rendezőt játszó Woody Allen a film készítésének első órájában megvakul. És nem akkor rendezi meg, igen, a filmet. Nem, nem a szó eredeti értelmében, tehát nem a szeme világa sérül meg, hanem ez egy ilyen mentális vakság. Egészen a film befejezéséig ő nem lát a világon semmit, és egy tolmácson keresztül, illetve az elvált feleségén keresztül képes csak kapcsolatot tartani a stábbal, de mindvégig úgy kell csinálnia, mintha látna, hiszen micsoda világbotrány lenne, hogy kiderülne, hogy a híres rendező nem látja az általa beállított jeleneteket. Ez egy vicces vígjáték, de ugyanúgy természetesen az alkotásról beszél, arról, hogy amikor az ember belehúzódik egy ilyen dologba, amikor egy olyan komplex és óriási valamit alkot, mint a film, akkor valóban elveszíti a látását egy bizonyos értelemben. Nagyon kemény. Abban a tekintetben mindenképpen, hogy megszűnik az a külső nézőpont, megszűnik az objektivitás, megszűnik az érzelmi távolságtartás. Pontosan azért, hogy az alkotás teljes lehessen, tökéletes, és hogy aláereszkedjék az isteni ihlet, ahhoz valóban el kell veszíteni minden távolságot, és tökéletesen alá kell merülni. Csak hogy egyúttal a távolságtartás elvesztésével elindulhat az ember mindenféle katasztrofális tévúton is, és a filmnek ugye az a lezárása, hogy végig azt remélet, hogy ennek ellenére nagyszerű film születik, bemutatják, és kiderül rá, hogy a rakás szar, óriási bukás. Európai sznobéria kritika az egész, igen? Hiszen végignézzük, hogy milyen nyomorult, szerencsétlen körülmények között rendezi meg a filmet, és kamúzza azt, hogy ő éppen látja azt, amit valójában nem lát. A film végeredmény természetesen katasztrofális, természetesen nézhetetlen, de Európában hatalmas siker. De Európában hatalmas siker. Később bemutatják Európában, ahol hatalmas siker. Hát természetes, de hogy ezzel a Woody Allen kifejezésre juttatja azt, hogy azért bocsánat, ezek az Európában nagyon sikeres Greenaway és egyéb ilyen nagyon-nagyon snob Jim Jarmusch, vagy az Isten tudja még milyen filmek. Én Greenaway-t imádom. Amiket tulajdonképpen ezek a rendezők
tulajdonképpen hát vakon rendeznek, ezek milyen sikeresek Európában, hiszen Európában már... Szerintem nem ezt mondja Woody Allen. Nem az európai alkotást, az európai ízlés kritizálja. De szerintem a nem is az európai, nem amennyire ez az európai ízlés kritikája, szerintem egyébként ez is egy posztmodern gesztus, amennyire ez az európai ízlés kritikája, annyira az európai ízlés melletti elköteleződés is. Tehát ugyanakkor azt is mondja, hogy amire az amerikai közönség és az amerikai kritika vak, és amennyire hollywoodi megoldásokat várt volna ettől a filmtől, és amennyire nem kapta meg, olyannyira a befogadóbb, mélyebb, kulturáltabb, ez idézőjelesen értendő, kulturáltabb Európában viszont vevők voltak az én művészetemben. De azt is kifejezi, hogy Európában már gyakorlatilag nem látnak a sznobizmusuktól, már nem látják, hogy mennyire szar ez a film. Hát könyörgöm, a rendezője vakon rendezte ezt a filmet, ti meg zabáljátok, nyomorultak. Hollywoodban legalább az emberek milyen a saját nézőpont? Szemükkel... Milyen sajátos nézőpont, hogy nincs nézőpont? Milyen sajátos nézőpont, hogy ilyen szar ez a film? Nézőpont. Nem is vártuk, hogy ilyen szar lesz. Igazából Amerikában meg azt mondják, hogy milyen sajátosan szar ez a film, na dobjuk ki a szemét. Tehát, hogy tulajdonképpen okay, de ez egy érvényes vita. Ennek a filmnek a feloldása, vagy a végső, a Woody Allen által felvetett végső kérdés, hogy ez most egy nagyszerű művészfilm, amit csak az európai kultúra képes befogadni és értelmezni, vagy egy rakás szar, ez számtalan film esetében egyébként egy valódi kérdés, ez egy érvényes állítás. De mit állít Jim Jarmusch filmje az alkotásról? Mert szerintem ez a film arról akart szólni. Te a Polanskit akarod mondani. Mit mondtam helyette? Hát a Jim Jarmusch. Nem tudom, ez így, mint a Jarmusch szitat, pedig ő is jó. Aktuális filmek, premierek Guzsér Róberttel, Horváth Oszkárral és Nyári Gáborral. Ez a jó, a rossz és a nézhetetlen. Itt a 90.9 Jazzin. A következő bejátszásban a cselekmény fordulatairól derülhetnek ki részletek. Mit állít Polanski filmje? Mármint az alkotásról. Állít valamit? Tehát megkapjuk a megfejtést? Van egy olyan feloldozásunk a végén, vagy nem is feloldozásunk, tehát a kérdés egyáltalán felvetődik? Szerintem a egyetlen dolog, amit kapunk ettől a filmtől, az az, hogy a Polanski most már szemérmetlenül pózol saját magának és a saját gesztusvilágának. Tehát kitalál egy gesztust, és ebben a gesztusban ő művészileg... mémesül jó, jóhajt. Nekem van egy megfejtésem a nyári kérdésére, ami kevésbé arcátlan, mint ismét beletörölni a lábunkat a rendezőbe, hogy mutogatja az eszköztárát, de nem farag belőle semmit. És ez pedig az, hogyha bármi általánosat bemutat ez a film, amit így lehetne használni a világ megértésére, akkor lehet, hogy azt mutatja, hogy lássátok, hogy hová kell lemenni, hogy valami nagyot alkos, hogy bele kell betegedni ahhoz, hogy egy mű létrejöljön. Tudod, hogy ez a személyiség hasadásos probléma, ez azt mutatja be, hogy mennyire felörli az embert, mire egy olyan regény vagy filmet, vagy bármit az asztalra tesz, aminek a hatása aztán ilyen okay, az emberre. Oké, én tudod, azt mondom, hogy ez lehetne egy érvényes azt olvasat. Azt hiszem, hogy nem ezt akartam. És én tudnám értékelni ezt, és el tudnám fogadni ezt, ha nem lett volna benne a mérgezés. Ebben a sztoriban. Tudod, ha nincs benne a mérgezés a sztoriban, akkor elfogadom és tudomásul veszem, hogy L az valójában az írónőnek, Delfinnek a belső történése, hogy valójában L azért jelentkezett be az írói fantáziába, hogy az ő sorsa, az ő élete hordozza a fenék súlyát ennek a következő készülő könyvnek, de tudod az, hogy ez a hősnő ténylegesen, toxikusan, a valóság és a droglabor által kimutathatóan patkánymérget csempészet ennek a nőnek, nőnek az ételébe, ez gyakorlatilag az a gondot, hogy ilyen szituációban nem mozigépészt kell hívni, hanem mentőt. Igen. Ez a problémát, hogy ez felelőtlen... Nem, meg arról van szó, hogy ha te megmérgezed saját magadat egy lehasadt érrésszel, akkor te nem egy sikeres írónő vagy sem egy sikeres író, hanem egy hasadt személyiség, aki elmegy gyógyintézetbe. Én értem a problémádat, de szerintem ez feloldható mondjuk azzal, már itt nem tökéletes feloldás természetesen, de hogy feloldható mondjuk azzal, hogy a második író-olvasó találkozó, vagyis a film vége és a kórházba kerülés között mondjuk eltelt, mit tudom én, másfél, két, három, négy év, teljesen mindegy. Ekkor ő terápiába járt, közben megszületett a mű, amit letisztázott, szerkesztőhöz mindenképp vitt, az nem lehet tudom, nyomdába került, csak megfejtés, hogy meggyógyult addigra. Vagyis meggyógyult. Tehát ez nem egy ismételhető ciklus, persze, hogy ez igen. Neki az írói módszer, mert nem fog menni, mert belehallott.
csinálni, csak tudod, egy... pokolra, aki dudás akar lenni, pokolra kell annak menni, csak ez a pokol, tudod, ez a multiplex személyiséget jelenti, meg a skizofrénia határos pszichózist jelenti, akkor ez valójában egy nagyon fontos könyvvel berobbanni, messze túlnyúlik. Egy nagyon fontos könyvvel berobbanni a világirodalomba, elképesztő siker, ugyanakkor rögtön felvetődik ez a kérdés, igazából ez a film is részben ugye ezt a kérdést vizsgálja, hogy ez a siker az ihlet megismételhető-e, újból előhozható-e, főleg egy ekkora katartikus és váratlan siker után, hiszen ez az írónő élete második harmadának közepén nagyjából alkotja meg élete első és addig egyetlen főművét, amivel valóban döbbenetes világirodalmi mértékben számolható sikert arat, és nyilván elképesztő rajta a nyomást. Mert hogy ismételjen, hiszen ismerünk olyan írókat a világtörténelemből, vagy a világirodalomból, egykönyves írókat, akikről úgy tartjuk, meg a világirodalom is talán úgy tartja, hogy valamiért egyszer az életük során ihletett állapotba kerültek, de ezeket a szerzőket valamiért egy picit másként kezelik, vagy nem kezelik teljes értékű irodalmárként, literátorként, vagy nem tudom, vagy poétaként, vagy drámaíróként, teljesen mindegy, mert hogy csak egyszer sikerült. Ez mindannyiunkkal egyébként így van, ha valami egyszer sikerül, az nem sikerül. Ez az egy kísérlet nem kísérlet, ha meg tudjuk ismételni, akkor te már valóban író vagy. Inkább az a kérdés, ha egyszer tudod megcsinálni, akkor te nem tudod, csak sikerült. De ettől még sikerült, csak nem tudod. Mert nem tudod megismételni. De és akkor mi van? Mit számít a világ szempontjából, hogy azt a 10 könyvet, az 2x5 két ember írta, szerintem ez nem a világról szól. Vagy 10 ember írta egy jó könyvet. Ez a világról szól, és nem is az egóról szól, hanem a művészi éről szól. Senkinek nem hallgatom meg az összes albumát. Igen, de mert nem ez gondolom, hogy mindegyik jó lesz. Nem érdekel, hogy az összes dolga jó-e. Igen, de ez a művészi éről szól, hogy én még egyszer képes vagyok-e ihletett állapotba kerülni. Ez az vagyis én, de ez nem egészen az egó, mert szerintem a művészi én ébredésével együtt megjelenik egy újfajta tartalom is a személyiségben, és a nő ezt keresi magában, hogy ez ott van-e még, vagy kiégett egyszer is mindenkor. Felvetnék. És ebben a tekintetben ez is egy nagyon, hogy mondjam, egy nagyon klasszikus, már-már, hogy mondjam, ilyen ásítóan unalmas posztmodern történetmesélési gesztus, hiszen ezt is láttuk már nagyon sokszor, hogy ezek az írás nehézségei, amiről tulajdonképpen már beszéltünk, és az írás nehézségei, a kiír kicsodát, meddig terjed az íróién, és hol jönnek be már azok az etikai kérdések, mint például mondjuk a saját anyám tetteinek belemesélése a történetbe, hogy meddig sérülhetnek a körülöttem élők, meddig sérülhetek én, mit és hogyan kell feláldoznom azért, hogy mikor beszélhetünk már meddig beszélünk még narratíváról, és mikor metanarratíváról, tehát mikor írja a történet az írót, és meddig írja az író a történetet. Ez a Facebook kérdés is szerintem valójában erről szól, amikor ő arról beszél, ez is egy ilyen posztmodern felétett gesztus, hogy az nem az ő oldala, és azt valaki más üzemelteti. Hát persze, hiszen a Facebook személyiségünk egy virtuális személyiség, nem egészen mi vagyunk. De ez mi vagyunk, ügyes, de mégsem egészen teljesen. Személyiséglopás a személyiséglopásban. Igen, és egyébként a film címe is ugye ez a igaz történet alapján is egy tökéletesen konstruált, már-már ilyen Eszterházi bravúrokra emlékeztetően tökéletesen konstruált mondat. Ugye az igaz történet alapján egy olyan mondat, ami önmaga felé mutat folyamatosan. Sosem lehet megtalálni ebben a három szóban rejlő igazságot, hogy hol kezdődik a fikció és hol ér véget a valóság, hiszen ha valami igaz történet alapján készült, akkor ugye az lehet, az tartalmazhat 1%-nyi igazságot is, meg 99%-nyi igazságot. Meg magyarót, meg aloeverát, ugyanakkor, sőt, százalékban. Igen, ugye a Harmonia Celestis nyitó mondatára emlékeztet arra, hogy kutya nehéz dolog úgy hazudni, hogy az ember nem ismeri az igazságot. Szóval, hogy ez igazából ugyanaz a gesztus, ugyanaz a felütés megint, hogy nem tudom, hogy hol ér véget az én személyiségem, és hol kezdődik a történet. De ezt már láttuk, ezt elmondták, igazából csak ezt akartam mondani, hogy ezt elmondták nagyon sokan, nagyon sokféleképpen, és nagyon nehéz klasszikusról beszélni a posztmodernben, hiszen a posztmodern mint gesztus tagadja ugye a klasszikust, de hogyha van ilyen, hogy klasszikus posztmodern irodalom, vagy klasszikus posztmodern filmművészet, akkor ez a sokadik darabja ez a film, nem pedig egy új újszerű megközelítés. Itt vetném fel azt, hogy amennyiben az L egy fiktív személyiség, vagy a lehasadt valamilyen személyisége az írónőnek, akkor mégsem lopott sztorit ír, hanem egy eredetit. Sőt, lehet, hogy az anyja története sem az anyja története, hanem azt is egy lehasadt személyiségéről írta, és akkor soha nem volt ez a nő imposztor, meg tolvaj,
hanem jó. Ő egy nagyon eredeti hanem író, nagyon... de az eredetiségnek jó. Az ára az egy mentális betegség. A lényeg az, hogy egy művészi, hogy itt egy belső művészi fantázia kivetüléséről beszélhetnénk, ha nem lenne a mérgezés. Sajnos a mérgezés teszi ezt pszichiátriaivá, ezt a dolgot, hogy egyszerűen arról van szó, hogy a Polanski a film végén nem. Már nem tudott ellenállni a kísértésnek, hogy az egészet átdobja egy thrillerbe, hogy egy kicsit tortúra legyen. Szimbolikusnak tekintünk, akkor ezt az egyet miért nem? Tehát ezért nem értem, hogy miért ragaszkodsz ehhez. Azért, mert a nőnek a férje, aki nem írva van, mondja a nőnek honnan azt, tudjuk? Hogy ki van... Hogy... Honnan tudjuk, hogy ő megint nem a személyiségének, csak egy újabb rétege. Honnan tudjuk, hogy egyáltalán láttuk ezt a filmet? Talán nem is voltunk moziban, talán csak az írónő fantáziája, hogy mi elmentünk és végre érted a posztmodernt, Robert. Vagy a nagyon hosszú... ért engem? Igen, végre. Nagyon hosszú idő kellett hozzá. Ez a jó, a rossz és a nézhetetlen. Itt a 90.9 Jazzin. A következő bejátszásban a cselekmény fordulatairól derülhetnek ki részletek. Az Igaz történet alapján című film annyira komolyan veszi magát, meg a saját posztmodern koncepcióját, hogy a filmnek a címe csak a filmnek a legvégén lesz kiírva. Tehát a film elején nem látjuk a címet, a film elején úgy kezdődik el a film, mint akármelyik James Bond film. Mint ha lemaradtunk volna az elejéről. Mint akármelyik James Bond egyből film. Egyből akció? Nem, csak nincs főcím. Uh-huh. Tudod? Tehát egyből elkezdődik a film, és a főcímet a végén kapjuk meg, a legvégén, amikor már láttuk a történetet, amely történet a könyvbe került, és amikor megmutatják nekünk a könyvet, amely készült abból a történetből, amit az elmúlt 100 perc alatt néztünk, a könyv címe Igaz történet alapján, a kamera rázumol, és ez már a filmnek a főcíme, a film legvégén. És új bűne van a nőnek, hiszen azt hazudja, hogy igaz történet alapján készült, holott ő képzelte az egészet. Tehát megint átvert minket. Nem biztos ez a kritikám a rendezőt illetően, hogy nem mondja el, hogy mi a biztos vége. De a Zhuangzi álma az csodálatos, és tudod, azért csodálatos a Zhuangzi álma, mert ott van két párhuzamos narratíva, és mind a kettő tökéletesen és teljesen igazolva van, mind a kettő teljesen érvényes, és ha az egyik az igaz, a másik a hamis, a másik az igaz, az egyik a hamis, mindkettő 100%-osan érvényes koncepció. Itt meg kaptunk 4 vagy 5 párhuzamos koncepciót, többé-kevésbé kidolgozva, de végül mindegyik dekonstruálódik, ezért mindegyikkel kapcsolatban van egy ilyen hamisság, valótlanság élményünk. Kvázi kifosztva érezzük magunkat, amikor kisétálunk a teremből. Ezért mondtam, hogy azért átszálltam veled vitában még a beszélgetés elején annak kapcsán, hogy hogyan lett instruálva itt el, ugye ez a fiktív trauma karakter, amennyiben fiktív trauma karakter, igen, mert hogy ugye nagyon nehéz instruálni valakit, aki valójában nem más, csak mint egy két lábon járó trauma. És aki csak... Ehhez képest tökéletesen van instruálva, igen. Mert a hamisság, ami ott van a személyisége mögött, egy hatalmas szomorúság, amely hatalmas szomorúságot egy folyamatosan játszott spleen, egy folyamatosan arcra feszített, hazug mosoly. Én nem így láttam, úgy láttam, hogy ennél még bravúrosabb ez az alakítás, engem egészen lenyűgözött, mert hogy ennek az egész alakításnak volt egy ilyen nagyon direkt töredezettsége. Tehát, hogy ez a karakter valóban csak akkor létezett, akkor élt, amikor éppen megjelent, amikor az írónőnek szüksége volt arra, hogy ő testet öltsön. Vagyis, hogy ő valójában nem kontinuális önmagával, nincsen tényleges összefüggés az általa vitt események között, vagy az általa végrehajtott cselekedetek között. Ott van például az a film egyiket furamon egyik legerősebb jelenet, amikor szétveri el a konyhában a turmixgépet. És ott vált számomra teljesen nyilvánvalóvá, hogy ez az írónő maga. Az őrjöngő írónő, aki még mindig nem tud alkotni, még mindig nem tudott leütni egyetlen betűt sem a számítógépén, és ott már tényleg elragadja magával a dű, és a dűjét végül egy ártatlan tárgyon éli ki a turmixgépen. És hogy el személyiségének az egyes vonásai között valójában szerintem nincsen összefüggés, hanem az írónő pillanatnyi elmeállapotának pillanatnyi tükröződése vagy kivetülései. Tehát, hogy nem az történik, hogy el valamilyen, hanem el éppen olyan, mint amilyen hangulatban van abban a pillanatban az írónő. Ez az írónő, ez igazából nem a saját belső
világát, vagy világait írja meg, mint egy valamire való író. Ez az írónő valójában kiszolgálja a tömegnek az igényeit, és a tömegnek mik az igényei, mi a legfőbb igénye, valami élőt akar, valami valóságosat. Élő, lüktető, emberi húst akar zabálni, igazi emberi sorsot akar, olyat, amiben ráismer a valóságra, mert annak tényleges tétje van, és azt ténylegesen át tudja élni. Könyvben is valóságsóra vágyik. Igen, valójában reality-t akar, és ő ezt akarja megadni neki valójában. Az az igazság, hogy nem tényleges írónő, nem az ihletének számol el, hanem a közönségének számol el, és nem az eszmei valóságnak, vagy az igazságnak a referenciáit hordozza önmaga előtt, hanem a valóságnak, a húsvér valóságnak, a megtörtént és hiteles valóságnak. Tehát ő nem az igazságnak referál, hanem a valóságnak referál. Ilyen értelemben nem igazi író. Valójában egy imposztor. Egy Polanski valódi rendezőe. Hogyha számára ezt jelenti az ez alapján a film válság, alapján igen, nem, de tudjuk, hogy az. Igen, tudjuk, hogy az, de hogyha számára ezt jelenti az alkotói válság, tehát elsősorban a közönségnek és a külső elvárásoknak való megfelelés, vagy azoktól való félelem a válság elsődleges forrása, akkor valóban nem íróról beszélünk, vagy valóban nem rendezőről beszélünk, hanem egy imposztorról. Delfin nem valami igazat akar írni, hanem valami jól átélhetően. Igen, valami jól átélhetően megtörténtet. Valamit, amiben ott van a személyes fájdalomnak a fedezete. Egyébként erre ad utalást fura módon Polanski, mert ugye amikor elkezd mesélni önmagáról, persze most felvetődik a kérdés, hogy vajon nem a saját történeteit halljuk-e, vagy az írónő saját történeteit halljuk-e, hanem vagy egy fiktív történetet hallgatunk el szájából, vagyis ott születik meg a fikció a szemünk láttára, de hogyha ezt fikciónak tekintjük, akkor viszont ez egy elég silány fikció, egy elég thrillerszerű, kicsit horrorisztikus, nagyon hatásvadász koncepció a nővel, akinek meghalt a férje, öngyilkos lett a férje, öngyilkos lett az anyja, és az anyja tetemébe kapaszkodva haldokolt még egy folyosó, vagy a haldokló anya testébe kapaszkodva 4 évesen sírdogált egy folyosón, mindenki által elhagyatva, aztán rájuk gyújtották a házat. Az az egész koncepció, amit ott az elfelépített, amibe kapaszkodva az írónő végül hozzá tudott látni az íráshoz, hiszen végre van sztori, a számra picit ilyen Monty Pythoni módon volt nevetségesen eltúlzottan szomorú. Tehát ez a mi olyan szegények voltunk, 150-en éltünk egy cipősdobozban az út közepén, de nekünk az ház volt. Szóval, hogyha innen közelítjük meg, akkor viszont egy elég szar regény születésének hát vagyunk éppen szemtanúi. Ez az indiai ízlésnek megfelelő túlzás, tudod, ahol az akciófilmben 150 robot egy nagy robottá áll össze, meg 4-es szaltóval ugrópörgőzi le a Terminátor ellenséget, meg a bármit. Lebuktatott lóval csúszik át a kamion alatt. Itt ugyanezt történik, csak a romantikus képekből, egy ilyen túlvirágoztatott, túldíszített, túlérzelmesített valami. Mi tudod, más tetszene ennyire a tömegeknek? Mit csodálkozunk, hogy szar a regény, ha ennyien szeretik? Tudod, én azt fájlalom, hogyha egy regénynek, vagy bármilyen történetnek az a legfőbb erénye, hogy zavarba ejtően valóságos, az valójában nagyon-nagyon kevés művészetnek. Itt még Vuj Trütkó hóna alatt vagyunk. Még mindig. Tehát, hogy ez nem több annál. Ez nem több egy aktív adásnál. Én ezzel nem értek egyet. Valójában ennél többnek kell lennie. Valójában hordoznia kell valami egyetemeset és valami időtlent. Az egy nagyszerű szociográfia. Mármint, hogy lehet az. Az egyik kedvenc gyerekkori olvasmányom volt a Csalók Zsoltnak a Cigányban nem üt a mennykő című könyve, ami egy idős, okos, írástudatlan, de nagyon szórakoztató idős cigányasszony történetei a Horthy Magyarországáról, aztán Rákosi Magyarországáról, aztán a Kádár Magyarországáról. És semmi nem következik belőle, nem, csak azt akarom az, mondani, hogy a Csalók Zsolt jegyzetelte le ezt a történetet, és formálta, illetve az idős cigányasszony történetét is formálta könyvé, de a kérdés adja magát, hogy ez egy szociográfia-e, vagy szép irodalmi munka-e, és ki a szerző. És nagyon egyértelmű, engem bántott már gyerekként is, hogy Csalók Zsolt van feltüntetve, és most nem úgy értem, hogy valóban ez egy komoly, hiszen Csalók Zsoltnak köszönhetően születhetett meg ez a történet, és az ő munkája félértés ne esik becsülendő ebben a történetben, hanem hogy az ő neve, tehát olyan, mintha ez az ő könyve lenne, de hát nem, annak a egyébként zseniális cigányasszonynak a története az a könyv, nem pedig Csalók Zsolté, csak Csalók Zsolt vetette papírra. Csalók Zsolt írta a cigányasszonyról, az talán szociográfia, de amit a cigányasszony mesélt, az viszont szép irodalom. Igen. Ebben a szociográfiában tehát van szép irodalmi igény, még ha áttételesen is. Igen. Na most a Vuj Trütkónál ilyesmi nincsen, ugye jól értjük. Nincs. Na most én azt gondolom, hogy ennek az írónőnek az irodalmában
nincs mélyebb vagy alapvetőbb érvény, akár az anyjának az életében, akár Elnek a sorsában, hanem valójában csak a kifosztása ennek a drámának, ennek a fájdalomnak, amit ő akkor és ott, amikor meglátta a halott apját, amikor meglátta az öngyilkosságot elkövetett férjét, szétlocsant aggyal, ezt akarja kifosztani, ezt akarja kiszipolyozni. Hány pontot ér akkor szerintetek az IMDb-n az ott eddig összegyűlt 1500 ember véleménye tükrében 5,6 pontnál járó film. Nagyon szerint. 1500 szavazat alapján? Mm-hmm. Az Avengers hány szavazat alapján lett? 297 ezer szavazat volt, amikor beszélgettünk róla. Ez egy, igen, és akkor volt 9.1-es. Szóval, hogy ez nagyon szerény ez az 5.6, de én azt gondolom, hogy nem alaptalan. Tehát, hogy ez nem igazságtalan. Nagyon le akarjuk egyszerűsíteni ezt a kérdést, akkor ez egy nagyon jól konstruált, nagyon ízlésesen előadott posztmodern stílustörténeti közhely. És ahogy Eszterházi Péter mondta, egy közhely ugye addig közhely, amíg ugye azt mondjuk róla, hogy de ez is egy közhely, és hogyha egy közhelyről valamiről azt mondjuk, hogy közhely, az is egy közhely, és hogyha azt mondjuk erről a közhelyről, hogy ez egy közhely, amiről azt mondjuk, hogy egy közhely, ez egy közhely, és ezt nagyon sokáig mondjuk, ezt csak eljutunk abba a fázisba, ahol még nem jutott el senki, és akkor az már nem közhely. Közhely szingularitás, vagy mi az? Igen, de hogy... Valójában ez a közhely, ez is egy ilyen postmodern Jolly Joker. Tudod, bármikor le lehet dobni az asztalra, hogyha nincsenek érveid. Aha. Olyan, mint az alapműveltség. Igen, de ugyanez, pont ezt nem tudod pedig. Én is stílusbravúrt 10-esre értékelem, mint filmet 2-esre, akkor ezt átlagoljuk, akkor ez mondjuk 5,37. Jaj, hát te megszavaztad az IMDb-t. Megszavaztad az IMDb-t. Jó, igen, én azt gondolom, hogy ez a film 5-ös. Ez pont középen, pont a meccés ponton van. Igazából, hogy mondjam, a jó és a rossz közötti határvonalon van. Valójában még egy, hogy mondjam, igazán rossz filmnek se elég rossz, jó filmnek nem elég jó. Valahol... Többet vártál az idős mestertől, Robert? Feltétlenül többet vártam az idős mestertől, főleg a Carnage, ugye az Öldöklés istene című elképesztően kiváló filmje után. Amiről beszélgettünk az önkényes mérvadóban. Te nem szavaztál végül. Nem szoktam szavazni. Az Oszi nem szeret. Nem sunnyogom. Igen. Ez a módszerem. Erre mindig felhívom a hallgatói figyelmét. Az Oszi nem szeret szavazni. De végre valamit mondjál, ami majdnem osztályzás. Azt azért szoktad. Én úgy érzem, érdemes volt megnézni, ettől függetlenül jobb a Harcosok klubja és a Titkos ablak című film külön megtekintve. És az ha az Öldöklés istenét nem láttátok, akkor azt nézzétek akkor feltétlenül meg. Azt nézzétek meg, ha meg ilyen metanarratívás sztorit akartok látni, olyat, ami igazán jó, akkor meg a Felforgatókönyvet nézzétek meg. Ez volt a Jó, a Rossz és a Nézhetetlen, amiben Roman Polanski legújabb filmjéről beszéltünk, melynek címe Igaz történet alapján Nyári Gáborral, Puzsér Róberttel és Horváth Oszkárral. Köszönjük a figyelmet, sziasztok! A kézműves street food hétlövetőben szezonális helyi alapanyagokból főzünk hétről hétre. A jó, a rossz és a nézhetetlen. Minden szombaton délután 5 és 7 óra között a 90.9 Jazzy.